A tárgyaló termekben nem szembetűnő, de a bíróságokon is elkezdtek spórolni. Az irodák közül, amiket lehetett, összevontak, az üresen maradt helyiségekben pedig csak temperáló fűtés megy. A folyosókon is kevesebb lámpa ég, de a legnagyobb megtakarítást azzal érték el, hogy sokkal jobban figyelnek arra, mit nyomtatnak ki és hogyan. A törvényszéken előírt és kötelező jellegű, hogy nyomtatni csak kétoldalas nyomtatásban tudunk, így rengeteg papírt tudunk megspórolni, illetve a posta költségeinket is megpróbáltuk úgy csökkenteni, hogy a bírósági dolgozók, illetve a bírósági gépjárművek szállítják a megyén belül az iratokat, nem pedig posta útján kézbesítünk. A munkához szükséges szakmai segédanyagokat pedig nem nyomtatva kapják a dolgozók, hanem digitális formában. Ezzel is kevesebb papír, tinta és áram fogy. Ugyanezt történik a nyomtatással is, tehát amennyiben irat érkezik, az elektronikus ügykezelés miatt elektronikusan kapunk iratokat, nyomtatni akár iratot, nyomozati iratot, vagy bármilyen iratot csak kizárólag indokolt esetben lehet. Hogy a takarékossági intézkedések meddig lesznek érvényben, egyelőre nem lehet tudni.